find nobody hurt. A hajvesztésemnek két oka van. Az egyik egy genetikai ok. A másik része pedig az, hogy 10 éve dolgozom az Operettszínházban, és 10 éve majdnem estéről estére használunk zselét, hajlakot, hajhabot, fésülik, néha besütik, néha kivasalják, néha beszárítják, tehát hogy olyan szinten van igénybe véve a hajam, mint a hétköznapi életben adott esetben egy nőnek. Pont most néztem egy 10 évvel ezelőtti képemet, ahol még itt rendesen volt hajam. Az nem rémített meg, hogy most elvesztettem a hajamnak egy részét, inkább az rémít meg, hogy másfél-két év múlva ez egy picit eldurvulhat ez a helyzet. Több klinikát nézegettem én az interneten. Próbáltam megtalálni azt a klinikát, amely a legjobb. A klinika 2013-ban elnyerte az év szolgáltatói díjat egy saját fejlesztési módszerrel, amit egy-két külföldi intézménnyel közösen hoztunk létre. Kérdezgettem ismerőseimet, volt egy pár barátom, aki már túlesett ezen a beavatkozáson. A barátaim véleménye alapján, a kollégáim tapasztalatai alapján ez az a klinika, amelyiket én szeretném választani. Az úgynevezett SH hajbeültetési módszer, ennek egy angol rövidítése van, Single Hair Extraction, ami azt jelenti, hogy hajszálanként történő hajkinyerés. Annyira pici és vékony tűt alkalmazunk mind a kinyerés, mind pedig a beültetés területén, ami gyakorlatilag szabad szemmel sem észrevehető, semmilyen nyomot nem hagy. A hajszálakat, amiket beültetünk, azt a páciensnek a saját fejéről, a tarkótájékról nyerjük ki. Ezeket tesszük előre, vagy hát a megkopott területre, honnan hiányoznak a hajszálak. Nagyon pici sebet ejtünk a donor területen, és ezek nagyon gyorsan be tudnak gyógyulni, valamint hegesedést sem okoznak. Azt gondolom, hogy ha most rászánom magam erre a beavatkozásra, akkor utána hosszú évekig nem lesz belőle problémám. Viszont, hogyha halogatom, akkor már egyre inkább szembetűnő lesz mindenkinek, és egyre nehezebb lesz ezt megcsinálni. Sokan azt gondolják, hogy az ilyen beavatkozásoknak az ideje az 40 vagy 50 éves korunk után jön el, és én azt gondolom, hogy nem, mert meg kell előzni a bajt. A hajbeültetésénél fontos figyelni a meglévő hajszálaknak a dőlésszögére és irányára, és ennek megfelelően kell beültetni az új hajszálakat. Mindenkinek más számú graftot vagy hajszálat ültetünk be, hiszen különböző nagyságú területekről beszélünk. Ezt mindig az ügyféllel előre letisztázzuk, hogy ő mennyit szeretne oda, milyen sűrűre szeretné beültetni ezt a területet. 6 hónap múlva elkezdenek nőni ezek a hajszálak, 12 hónap után van az, amikor tényleg az eredmény látszik. Ez garantáltan tartós megoldás, végleges eredményt ad az ügyfél számára, tehát aki egyszer ezt megcsináltatja, az élete végéig így marad és elégedett lesz vele. De az első 1-2 hónap után, amikor ugye a beültetett rész először is kihullik, és akkor utána kezdtem észrevenni, hogy elkezdett nőni, mint amikor az ember így a baba hajait elkezdi megvizsgálni, és akkor nagyon örültem. Meg fura volt, mert ugye évek óta ott nekem már nem nőtt haj. És akkor, amikor körülbelül 3 vagy 4 alkalommal elmentem fodrászhoz, és a vicces az egészben az, hogy a fodrászom 3. WC is itt, ezen a klinikán csináltatta a hajbeültetését, úgyhogy abszolút partnerek voltunk, és tudtuk, hogy akkor ki éppen hol tart, és vizsgálgattuk egymás fejét, tényleg, mint a gyerekek, hogy kinek hol tart a hajbeültetése, és nagyon jó volt látni azt, hogy elkezdtek működni ezek a hajszálak, pont úgy, ahogy az eredeti origin hajam, úgyhogy amikor már elkezdett nőni, akkor meg aztán pláne nagyon jó élmény volt. Abszolút észrevették mások is, hogy ez a műtét, ez nagyon sikeres volt. Mindig, amikor mentem találkozni egy-két barátommal, vagy a színházban a kollégáim, akkor mindig megállítottak, és akkor azt mondták, hogy mutasd, de jó, tehát hogy mindig ez volt a vélemény. Meg aminek például nagyon örültem, hogy
idősebb kollégák, akik 30-40 éve vannak a pályán, és ráadásul hölgyekről beszélgetünk. Ők azt mondták nekem, félrehívtak, és azt mondták, hogy Dávid, ez egy nagyon jó döntés volt, és nagyon örülök annak, hogy fiatal férfi létedre neked ez fontos. Igenis színpadon állsz, igenis az illúziókeltés, az nagyon fontos kelléke annak, hogy te sikeres tudjál lenni, sikeres tudjál maradni. Úgyhogy ezért nagyon, nagyon támogatták ezt a döntésemet, és nagyon bíztattak arra, hogy tulajdonképpen nagyon sok korombeli 30-as srácnak ezt meg kéne csináltatni. Egyrésztről nem szégyen, másrésztről pedig igenis hozzátartozik, főleg, hogyha az ember színpadon áll, vagy a külsejéből él, az szerintem egy nagyon fontos és elengedhetetlen dolog, hogy jól nézzünk ki, hogy adjunk magunkra, és hát a hajunk az a legfontosabb szerintem. Most 30 évesen kell előre gondolkodni, hogy 15-20 év múlva hogy fog változni a hajam. És szerintem ez egy megelőzés, ez a hajbeültetés, annak érdekében, hogy mondjuk ne legyek kopasz 15-20 év múlva. Nyilván a genetikai adottságokat, azokat nagyon nehéz átlépni, de azt gondolom, hogy ha az ember erre 30 évesen elkezd odafigyelni, vagy 25 körül, és folyamatosan foglalkozik vele, folyamatosan jár kontrollra, folyamatosan adott esetben 2-3 évente van egy újabb műtétje, amivel sűrítik a beültetett területet, szerintem biztos vagyok benne, hogy nem is feltétlenül. Tehát azt nem tudom mondani, hogy megelőzhető a kopaszodás, de biztos, hogy ki lehet tolni 15-20 évvel. Én bátran bevallom, nagyon szívesen ledúrnám ilyen picit tüsire a hajamat, de nem tehetem meg, mert nyilvánvalóan nem engedi meg az a karakterem, aki én most vagyok, és szüksége van. Ezt is például egy kollégám mondta a Feller Anna, hogy nekem az én fejemnek szüksége van a hajra. Tehát, hogy ő nem is tud elképzelni haj nélkül. És nyilván ez is azért van, mert minden egyes szerep, színházi szerep, vagy adott esetben, hogyha az ember fölmegy a színpadra, teljesen mindegy, hogy mit csinál, minden egyes karaktere megkívánja azt, hogy neki egy beállított frizurája legyen, pont ugyanúgy a focistáknak is, tehát ez fontos a férfiaknak, és nekem is fontos. Megnőtt az önbizalmam, és ha belenézek a tükörbe, akkor 100%-ig azt gondolom, hogy megértem ez a műtét, és azt gondolom, hogy minden korombeli fiatal srácnak tudom ajánlani ezt, mert az ember egójának ez nagyon jót tesz. És azt gondolom, hogy a külső visszajelzésekből azt állapítottam meg, hogy sokkal pozitívabban gondolkodom, jobban esik kimenni az utcára. Úgy az egész hangulatom, az egész közérzetem sokkal jobb lett, magabiztosabb lettem. És ez nagyon sokat számít.